Szeretettel köszöntelek! A tök egy tipikus nyári étel, nagyon sok oldalon felhasználható. Nekünk az egyik kedvencünk, amikor kompót készül belőle. Már 3 éve így készítem, íze nagyon hasonlít az almabefőthöz. Húsételek mellé szívesen fogyasztjuk. Készíthető főzőtökből, patiszomból és cukkiniből is. Három tököt hoztam be a kertből, ami összesen 4,5 kg volt. Meghámoztam, és kis kockákra vágtam őket. Beletettem egy nagy fazékba, adtam hozzá 1,5 deciliter citromlét, és felöntöttem annyi vízzel, hogy ellepje. Ez nálam 2,5 liter víz volt. Utána adtam hozzá 350 g cukrot, körülbelül 10 darab szekvőszeget, de ez tetszés szerint változhat, és 3 púpos teáskanál fahéjat. Majd feltettem főni, és forrástól számítva körülbelül 30 percig főztem. A főzési idő függ attól is, hogy tökből vagy cukkiniből készíted. Addig kell főzni, amíg a tök egy kissé áttetsző, üveges állagú lesz. A végén kóstold meg, hogy megfelelő-e neked ennyire édesen. Az üvegeket alaposan kimostam és feltőtlenítettem, majd beleadagoltam a forró kompótot. Tettem át cellofánt a biztonság kedvéért, majd rácsavartam az üveg tetejét. Tavaly ezután már mentek is a száraz dunszba, most viszont úgy döntöttem, hogy egy kicsit még forralok rajtuk. Az üvegeket beletettem egy vízzel töltött lábasba, és forrástól számítva 15-20 percig főztem még őket. Az üvegek ne érjenek egymáshoz, és a víz ne érjen fel a tetejükig. Utána áttettem őket egy ruhával bélelt tálba, és alaposan betakargattam, hogy minél lassabban hűljenek ki. 1-2 napig így hagyom őket. Az, hogy száraz vagy nedves dunszba teszed, rád van bízva, mindkettő ugyanolyan jól működik. Az előző években ugyebár száraz dunszba tettem őket csak, de azokból sem romlott meg még egy sem. Ha frissen fogyasztjuk, érdemes 24 óráig állni hagyni, hogy jól összeérjenek az ízek. Ha tetszett a videó, örülnék, ha megajándékoznál egy lájkkal. Ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem még találkozunk.